Üdvözlöm a hallgatókat, mai vendégem Károlyi József, a Vadászati Világkiállítás miniszteri biztosa, és legújabban már mint nemzetközi nagykövete is szerepel egyes írásokban. Üdvözöllek, szervusz! Szervusz, Richard! Mai témánk a világkiállítás és a bűvkörében tartozó egyéb kis finomságok. Legelső sorban, bár magam ellen beszélek, meg ellened is, de szükség van-e világkiállításra? Muszáj föltennem ezt a kérdést, mert nagyon megosztó ez a mostani közvéleményben. Bár egyre jobban elfogadják már, de te mit gondolsz, szükség van a vadászati világkiállításra? A vadászat támadás alatt van az egész világon. Ez azért van, mert a legtöbb ember a világon városokban él, messze a természettől, és én gondolom, egy világkiállítás, amelyik megmagyarázza az embereknek, akik nem vadásznak, főleg, hogy miből áll a vadászat, egy fontos dolog, mert ha nem csináljuk és nem állunk elő, akkor lassan-lassan minél több, minél több vadászat ellen is jön, és több ember, aki nem vadászik, a vadászatot meg fogja állítani, mert nem értik, hogy miről van szó. Azt hiszik, hogy csak lövöldözünk. De hát azért fontos egy világkiállítás, és abban fontos, hogy meg kell magyarázni, hogy miből áll a vadászat. Nem szabad csak csontokról beszélni, de főleg arról, hogy mit csinál a vadász kint az erdőn napról napra. 2016-ban kezdődött ez a kis történet, ami lassan a végéhez érkezik, hiszen most július eleje lesz lassan. Tudom, hogy a pandémia miatt nem nagyon tudta jönni Magyarországra, de a kezdetek ott vannak még a fejedbe, ebbe biztos vagyok. Meg az egész biztos. Az a két és fél, majdnem három éves munka, amit ezzel töltöttél el, és utána egy picikét ugye a háttérbe kerültél, hiszen mint miniszteri biztos befejeződött. Úgymond a pályafutásod, és Kovács Zoltán kormánybiztos úr vette át a marsalbotot, hogy úgy mondjam. Hogy látod, milyen lesz ez a világkiállítás? Az, amit te elképzeltél, vagy... Hát nézd, amikor elkezdtük ezt, és te is velem voltál, hárman voltunk, ez 2017 elején volt, hát nagyot gondoltunk, ugye nyitva volt a kapu, senki se adott irányt, kigondoltuk, hogy mi legyen egy világkiállítás, hogy legyen egy ilyen világkiállítás. Hát én ismertem már világkiállításokat New Yorkba, több országokba, és azt gondoltam, hogy hát mostan Magyarországnak egyet tervezünk, akkor csináljuk már meg igazán. Hát nagyokat álmodtunk, és én tudom, hogy persze az első büdzsé. Első, igen. Az első büdzsé jó nagy volt, utána hát egy kicsit visszafogtuk a dolgokat, és én gondolom, hogy most már a realitás beleállt, persze itt van a járvány is, sok pénz kell ehhez, nem lehet annyit kiadni, és én azt hiszem a járvány miatt is sok ország visszafogadtabb lett, de ahogy tudom, elég sokan fognak jönni, pörög mindenhol, Európában, még Amerikában, én is hozzáteszek, amit tudok, és tudom, hogy vannak különböző több emberek is, Afrikában, Ázsiában, mindenhol, mindenhonnan fognak jönni emberek, de hát gondolom nem lesz egész olyan nagy, mint eredetileg álmodtuk a dolgot. Mint
a nemzetközi nagyköveteként is ennek a rendezvénynek jobban átlátod a nemzetközi összefüggéseket, mint mondjuk mi itt, akik csak a hazai vizeken evezünk, hogy úgy mondjam. A nagyvilág szempontjából mennyire van szükség erre a rendezvényre? Hát nézd, a nagyvilágban mindenhol, ugye minden országban vannak ilyen vadászati kiállítások. De ilyenféle, mint ezt, amit tervezünk, ami nem egy komerciális kiállítás, hát az is van egy kicsit benne, de főleg egy üzenetet akar adni, én azt hiszem, az kell, mert fel kell állni a vadászatért, és meg kell magyarázni, hogy miről van szó. Úgyhogy én hasznosnak találom, hogy megmondjuk a többieknek is, hogy miből áll a nem vadászatoknak, és a többi országoknak is. Egy bizonyos, hogy mondják, a hucpa, bizonyos erő kell ehhez, ugye nem sokan csinálják, az utolsó, mikor volt, azt hiszem az utolsó, itt volt Magyarországon. Világkiállítás? Világkiállítás. 71-ben volt. 71, itt Magyarországon, azóta már nem volt. Annak idején persze egy más dolog volt, annak idején még nem kellett megmagyarázni az embereknek, hogy miből áll a vadászat. Sok millió vadász jött. Én remélem, hogy sok nem vadászó ember is el fog jönni, mert a vadászok egymásnak nem kell, hogy megmagyarázzák, hogy miből áll a vadászat. Főleg a nem vadászoknak kell megmagyarázni, mert ők vannak ellenünk, és nem értik meg, hogy miről van szó. A nemzetközi fronton hogy látod, jönnének az emberek? Tehát most pandémiát ne számítsuk bele, tehát jönnének, szeretnének részt venni, meg akarják mutatni magukat? Én azt hiszem, hogy fognak jönni, igen. Én azt hiszem, hogy fognak jönni. Egy más országnál nehézségek vannak, de ez a pandémia miatt van. De én gondolom, hogy jönnek egy pár országok, igen, biztosan el fognak jönni. Igen. Amiről még muszáj szót ejtenünk, ami nagyon-nagyon jó évet fut be, az a világkiállítás logója. Annak idején, amikor ez felötlött benned, akkor milyen szempontok alapján gondoltad, hogy ez a... Tehát egy ilyen logót kell alkotni. Mi volt az, ami... Illetve hogy összetett kérdést szeretnék föltenni, hozzátenném még a magát, a világkiállítás nevét is. Igen. Igen, hát ugye emlékszel, amikor erről beszéltünk, és gondoltunk erre, és akkor azt mondtuk, hogy hát itt nem agancsról, fegyverről kell szólni, de természetről, a természet szeretetről, és arról, hogy ugye az ember a természetben él, a természettől él, ezt valahogy össze kell fogni. Úgyhogy a természet bent volt a gondolatban először is. És hát sokat gondolkodtunk, és utána följött hát ez az egy a természettel név, azért, mert az ember a természetben él. Utána persze a logó egy nagyon fontos dolog, mert az mondja, az mutatja az embereknek, ha jól oda néznek, hogy miről van szó. És ott be akartuk tenni azt, hogy az ember viszi a felelősséget a természet által. Ugye, ha az ember jól ránéz a logóra, akkor a fa, hogy is hiányzik? Motívum. Nem a fa, ahol a levelek állnak. A törzs. A fa törzs. A fa törzs egy ember, aki a kezébe tartja a fát, az ágakat, úgymond a természetet. Azért az volt a gondolat, és mindenféle rajzokat csináltunk, borzasztó csúnyak voltak, de a gondolat ott volt, hogy a természet felé felelősség az ember hordja ezt. És hát ez volt, és akkor különböző, hát a fába
úgy gondoltuk, hogy különböző állatokat beteszünk, nem tudom, valamilyen 10 állat volt bent először. Hát ezt kiadtuk, és hát szerencsére itt volt ez a paja. Grafikus. Az mindjárt megértette, gondolom, hogy miről van szó, és egy szuper grafikát csinált. Hát mint annyian, akik együtt dolgoztunk, ránéztünk, és azt mondtuk, hát ez az, ez megmutatja, amit akarunk csinálni ezzel a világkiállítással. Megmutatni az ember felelősségét a természet felé. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó lett így a mai beszélgetésünkre. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide és beszélgetettünk a világkiállításra. Köszönöm én is, Richard. Hát sok szerencsét kívánok, és nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy a nyitás hogy lesz. Bízunk benne, hogy nagyon jó lesz, jól fog sikerülni. Jó időnk lesz, nem úgy, mint 71-ben, hol a megnyitón szakadt az eső. Reméljük, hogy itt azért egy kicsi napsütés lesz. Igen. Köszönöm vendégemnek, Károly Józsefnek, hogy ellátogatott hozzánk. Minden jót kívánok neki. Köszönöm.